Folytatjuk is műsorunkat, és ahogy mondtam, a képviselőtestületi döntések határozataival, most pedig a levegővédelme érdekében főszabályként továbbra is tilos lesz a zöld hulladék égetése Gyöngyös közigazgatási területén. A környezetvédelmi rendelet módosításával azonban a grémium néhány kivételt hozott. Vendégem a témában dr. Szemes Paul, a környezetvédelmi főeladó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Testületi ülés elmúlt heti határozata ez. Főszabályként mi jelentkezik? Főszabályként az jelentkezik, hogy belterületen, tehát a teljes belterületen továbbra is tilos a hulladék égetése, mármint hogy a kerti hulladék, erről beszélünk, tehát avar és kerti hulladék égetése továbbra is tilos. A külterületi, illetve zárt kerti ingatlanoknál kivétel van, mivel ezeken a területeken ugye nincs rendszeres hulladékszállítás, tehát a zöld hulladékot ott nem gyűjti össze senki. Ezért úgy döntött a testület, hogy április hónapban, tehát a tavaszi munkákhoz kapcsolódóan, illetve október hónapban, a őszi kerti munkákhoz kapcsolódóan, minden hét csütörtöki napján és vasárnapi napján megengedett az avar és kerti hulladék égetése, de csak és kizárólag ezeknek a hulladékoknak az ég. Időkorlát is van. Időkorlát nincs, viszont bejelentésköteles, tehát a Városüzemeltetési Igazgatósághoz, majd a honlapon közé tesszük a telefonszámot, hogy hova lehet, kell. Be kell jelenteni. Tehát be kell jelenteni. Minden körülmények között is. Így van. Szóbeli engedélyt kap erre az illetékes lakó. Igen, vagy tudjanak róla, fölírják gondolom akkor a címet, hogy hol fog történni. Címet, hát helyrajzi számot, mert ott ugye cím nincs, tehát a helyrajzi számot meg a nevet azt mindenféleképpen meg kell adni. Mondjuk már ennek a bürokráciának el a hátterét, hogy mi indokolja, hogy így kelljen eljárni. Mert nyilván van ennek technikai oka is. Technikai oka azért van, mert egyrészt ugye tudni akarja a hivatal vagy az önkormányzat, hogy ki az, aki tehát nem feltétlenül személyhez kötötten, hanem területileg, hogy hol történik, így van, hogy hol történik hulladékégetés. Ugyanis a jogszabályba az is bekerült, hogy belterületi határtól 100 méterre, erdő szélétől szintén 100 méterre, illetve a természetvédelmi terület határától szintén 100 méterre lehet csak égetni. És nem lehet égetni Mátrafüreden, Sástón, Mátraházan és Kékestetőn. Tehát Kékestető, ugye, hát klimatikus gyógyhely, hát még szép, hogy nem lehet ott égetni, mert akkor éppenséggel ellentétes hatást vált ki ez a tevékenység, amiért oda jönnek gyógyulni, meg jó levegőt szívni. Nyilván egyébként itt az égetés kapcsán is fölmerül azért némi egészségügyi tény, hogy azért sok ember azt nem szeretné, vagy akarja megérteni, hogy azért ez mindenképpen ártalmas az egészségnek, még akkor is, hogyha nem rögtön, hanem bármi miatt is akár. Így tehát van. Talán ez kellene a köztudatba jobban átmenjen, hogy a szabályok azért őket segítik. A szabályok egyértelműen, tehát most azt mondjuk, hogy levegővédelem, de hát nem magát a levegőt védjük, hanem a levegőnek azt a minőségét, ami bejut a tüdőnkbe, és onnantól kezdve, ha valamilyen szennyező vagy mérgező anyag van benne, onnantól kezdve az elindít egy olyan egészségügyi folyamatot, ami lehet, hogy évek során, lehet, hogy hamarabb, akár egy krónikus betegségnek a kiváltója. És hát nincs az a kényelem, meg az a pénz a világon, ami megérni az emberi egészségnek a veszélyeztetését, mert nem biztos, hogy baja lesz belőle annak, akinek, de a veszély az fennáll. Tehát mindig azt mondom, én legalábbis az a magánvéleményem, hogy meg kell találni azt a módját a zöld hulladékoknak a kezelésére, akár komposztálás, akár visszaforgatás. Ezt nagyon-nagyon népszerű volt most ezeknek a raklapoknak a története, igen. Hogy azért továbbra is azt erősítjük és húzzuk alá vastagon, hogy a komposztálást ajánlja az önkormányzat? Hogyne, természetesen, hiszen akkor hát, tápanyag keletkezik, visszakerül a természetes körforgásba, és onnantól már nem is hulladék a hulladék, hanem egy értékes
érdekes nyersanyag vagy tápanyag a kertbe. Nyilván van vele egy kis macera, meg egy kis tennivaló, de megéri, mindenféleképpen megéri a fáradtságot. Most ugye itt megvannak a szabályok, hogy hol nem szabad, hogy nem szabad, hány méterre, honnan, hová, és arra is megvannak, hogy miket szabad és milyen napokon, és hogy bejelentési kötelezettséggel bír. Mi történik akkor, hogyha ez nem történik meg? Tehát amikor már tényleg szankcionálni kell ezt, hogy bizony ezeket a szabályokat sem tartják be. Hát gyakorlatilag a kormányrendelet, a levegőtisztaságáról szóló kormányrendelet felsorolja tételesen, hogy milyen szankciói vannak annak, hogyha engedély nélkül, vagy ha hulladék égetésére kerül a sor, és ez magánszemély, illetve gazdálkodónál más a bírságtétel, de pénzbírság. Jelentős, igen, pénzbírság, jelentős összeg. És most tájékoztattuk a lakosokat, ez egy fóruma ennek, hogy most igen, itt vagyunk, és igen. Nyilván elmondjuk. Egyéb tájékoztatás, mert hogy az életbe fog lépni ez a rendelet? Hát a honlapunkon megjelenik. Tehát a gyöngyös.hu-n. Igen, maga a rendelet is olvasható, tehát abból is lehet tájékozódni, a Facebook oldalunkon is az értesítés meg fog jelenni. Tehát az információ hát az fönt van, megszokott, és igen, lép a megszokott hatályba, mert elfogadás a csütörtökön került, igen, és akkor a kihirdetést, lépés is, igen, a kihirdetéstől fogva. Tehát mondhatjuk, hogy innentől fogva ez hogy már hatályban van, viszont majd csak októberben lehet égetni, tehát most teljesen mindegy, hogy ma vagy holnap lépett hatályban, és csak arra mondom, hogy valaki most gyorsan elkezdjen. Igen, tehát októberben lesz az első lehetőség arra, hogy ezeken a külterület és zártkerti ingatlanokon csak avart és csak kerti hulladékot, tehát szó nem lehet hulladékról, műanyagról, meg ilyenekről. Hát bízunk benne, hogy ez nem talált csüket fületre. Én köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm. Legközelebb Gyöngyös Mával a holnapi napon Olli Elina kolléganőm várja majd önöket. Vigyázzanak egymásra és önmagukra is. További szép estét kívánok, viszontlátásra.